Itt állunk a Csömöri úton, mögöttünk a Bayer nagy beruházás, ami annyi sok borsot tört már az emberek és az itt élők óra alá, hogy az csak na. Üdvözítő hírrel szolgálhatok, az történt ugyanis, hogy egy pár nappal ezelőtt az önkormányzat hivatalos Facebook oldalán egy bejegyzés került rögzítésre, miszerint a Bayerrel kötött településrendezési szerződés valószínűleg meg fogjuk tudni kötni, mert már közel a zugló költségvetésének a negyedét, tehát közel 13 milliárd forintot lenne hajlandó fizetni a Bayer Construct, illetve a Bayer beruházó zuglónak az elszenvedett kellemetlenségekért és károkért. Ez természetesen nem érinti a korábbi kötelezettségvállalásaikat, de én azt gondolom, hogy ez az összeg, ez kárpótolni fogja a zuglóiakat. Emlékeztetőül annyit, hogy ez a zuglóiak, zugló önkormányzata hivatalos oldalán megjelent poszt, ez arra volt válasz, üzenet, hogy dr. Hatházi Ákos zugló országgyűlési képviselője azt állította, hogy gombokért szeretné a polgármester aláíratni ezt a településrendezési szerződést. Én szerintem jó irányba megyünk, ez az összeg már megfelelő, illetve közel jár ahhoz, ami zuglónak jár.